és nem csak gondolunk rá, de személyesen is itt van. Következő vendégünk Csepregi Éva. Te, aki most rátaláltál erre a videóra, akár először futottál bele a csatornámba, akár egyike vagy a több mint 45 ezer feliratkozottnak. Tudom, macerás, bonyolult, lusta vagy, ezek lesznek a válaszok a fejedben, de hidd el, nem véletlenül jelenek meg mindig itt a videók elején, és biztatok mindenkit. Tényleg nagyon durva, amit a YouTube művel. Letilt videókat, korlátozza az elérésüket, időnként egy hétig feltölteni sem enged, és ilyenkor semmilyen tartalom nem jut el hozzád. És ezt messze nem csak velünk csinálja. Ukrán háború, Izrael, Covid, migráció, terrorizmus, fegyver és gyógyszeripar, globális felmelegedés, az ételeinkbe kerülő vegyszerek, Bill Gates, már nem is tudom, hányadiknál tartok, abba is hagyom, műhúsok. De tényleg rengeteg fontos dolgot nem tudsz meg a hírekből, és a YouTube is egyre jobban próbálja ezeket elrejteni előled. Pedig valószínűleg te is szeretnél tájékozott lenni, hogy mi minden történik körülöttünk valójában. Na, ha ez így van, akkor tényleg ne habozz, és egyáltalán nem macerás vagy bonyolult. A Rumble videó megosztón teljes egészében cenzúramentesen láthatod azokat a tartalmainkat, amiről a nagy tech cégek, a globalista média és a politika azt akarja, hogy ne tudj, ne is beszélj róla. Jó, oké, ettől még persze nyugodtan nézd tovább a klippeket meg a macskás videókat itt a YouTube-on, de ha érdekel a valóság fontos dolgokkal kapcsolatban, akkor ne félj tőle. És ne félj az újdonságtól se. Tényleg kb. 3 kattintás az egész. A képernyőn a Rumble csatornám címe, de lent a leírásban megtalálod a közvetlen linket is ennek a mostani videónak a vágatlan változatához. Úgyhogy gyere, várunk. Oké, persze most itt elindul a vágott, kilúgozott, remélhetőleg cenzúra biztos YouTube verzió is, ha továbbra is lusta vagy átjönni. Akkor is szeretünk. Hajrá! Folytatódik a politikai hobbista továbbra is Szamosi Timivel, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal. És nagy szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Csepregi Évát. Szia, hogy vagy? Köszöntelek benneteket. Köszönöm szépen, tök jól. És nagyon köszönjük, hogy bejöttél, és hogy nem ijedtél meg attól, hogy politikai hobbista. Nyilván nem kell politizálni, hát ez egy ilyen közéleti műsor. Hol picit komolyabb, hol picit... Hát én ismerlek én benneteket, úgyhogy igazából ismerem a műsort is, úgyhogy nem ijedtem meg. És hát mi is ismerünk téged, és bőven van miről beszélnünk akkor is, hogyha nem a szószoros, szigorú értelmében politizálunk, de hát annyi, hogy mondjam, te egy olyan, ugye életmű koncerted lesz most január elején, 6-án, azt hiszem, erre majd nyilván ki is térünk, de ez az életmű azt is jelenti, hogy egy olyan életút van mögötted, ami nem csak a zenét, nem csak rengeteg dalt jelent, hanem azért te végigéltél nagyon sok korszakot a magyar popzenében, a magyar közéletben, a magyar társadalomban. Kezdjük talán az elején, amikor még kócbabák, vagy még előtte, nem tudom, iskola. Tehát hol volt az a pont, amikor te tudtad, hogy énekes leszel, vagy ez akarsz lenni? Igazából ugye az embernek a legfontosabb talán az, hogy tudja, hogy... Jól hallasz a feladatomban? Ezt így inkább leveszem. A vendég egyébként most nagyon... csinálok, amit akarok. Így van, és a vendégnek sose kötelező, de amikor te mondtad, hogy te megpróbálod fölvenni, akkor azt mondtam, hogy halleluja, végre egy vendég, aki ő maga szeretné fölvenni, de akkor mégsem. Igen, majd leveszem, fölveszem, úgyhogy titeket jobban hallak úgy. Szóval igazán, ami érdekes, ugye, hogy olyan korban éltem én, ugye az elején, amikor ugye nagyon egyszerű és viszonylag szegény körülmények között élő szüleim, meg mi is úgy nem nagyon tudtuk elképzelni, hogy ez az álom valóra válhat, hogy én énekesnő legyek, mert valahogy úgy éreztük, hogy annyira távol van az a táncdalfesztivál, meg amiket láttunk ebből a korszakból, ebből a villanásból, hogy én ezt nem nagyon hittem el. De aztán valahogy az élet mindig úgy hozta, hogy felkínálta ezeket a lehetőségeket. Például azt, hogy azért jártam egy énektanárhoz korepetálni, dalokat tanulni, aztán akár a sógorom, aki beprotezsált az első szilveszteri együtt mulatozásunkkor a zenekarnál, akik ott játszottak, hogy hadd énekeljem már az évike egy-két dalt, és akkor elénekeltem a Strangers in the Night-ot, meg még valami másik dalt. Aztán ugye az osztálytársaim, akik
akikkel táncolni jártunk a Rózsa Ferenc Kultúrházba, és hát ők is akkor a Sztereó együttesnél ugye beprotezsáltak, hogy hadd énekeljen már az Éva nekünk. Úgyhogy így valahogy mindig arra felelőkdösödött az élet, és hát jött a Ki mit tud, ami már egy komolyabb megmérettetés volt. Tehát előtte is azért én énekeltem egy-két ilyen brigádban, hogy úgy mondjam, helyettesítettem táncdalosokat mondjuk, amikor a Hoffmann Ödön tanár úr beprotezsált. És aztán jött a Ki mit tud, ami már nem volt egy játék, tehát ott összejöttünk a Kózovákkal, ott a Sztereó együttessel is felléptem, ott vettük az akadályokat. És akkor, amikor a vége lett, akkor úgy el kellett gondolkodni, hogy most hogy is legyen, és valójában nem nagyon tudtam igazából másra gondolni, csak arra, hogy énekesnő szeretnék lenni. De hát a gimnázium ugye az másokat kínált, latin szakra jártam a gimnáziumba, nagyon sokan közülünk akkor orvosok lettek, édesapámnak az volt az álma, hogy úgy, mint a sógorom, ugye én is orvos legyek, de hát ez nem jött másik össze. Álom. Egy másik álom az ő álma volt. És hát szépen úgy alakult, hogy nagyon szerettek minket. Nekem egy szerencsém volt többek között, azért több szerencsém is volt, de hogy mindig csapatban dolgoztam, és ha ezt munkának lehet nevezni, tehát csapat volt körülöttem, és vittük egymást, húztuk egymást. Szerintem azért, hogy nagyon sokan, akik ezt sosem csinálták, nincsenek tisztában azzal, hogy énekesnek lenni, színpadon, színésznek, televíziós műsor, bármi ilyesmi, azért, hogy ebben mennyi meló van. Tehát, hogy az nem annyi, hogy az embernek van egy mondjuk Isten adta adottsága jobb esetben, és akkor egyszer csak kiáll, és akkor ott énekel egyet, és jaj, de jó, tehát iszonyatos meló van odáig eljutni, hát, de folyamatosan közben próbálni, gyakorolni. Persze, ez bizonyos értelemben akkor egy hobbi volt, és valahogy ugye a mély vízben tanultunk meg úszni, hogy úgy mondjam, mert ma már valahogy teljesen másképp énekelnek, más zenét hallgatnak a mai énekesek, már énekművészeink vannak, ugye, a nagyon fiatalok között is, és ez annak idején mondjuk nekünk az jutott, és az se volt kevés, hogy például az Országos Szórakoztató Zenei Központnak volt egy iskolája, az OSK. A DJ-ket is ott képezték egyébként. Igen, DJ-ket is, igen. Tehát oda jártunk például tanulni, ott azért sok mindent meg lehetett tanulni. Tehát az olyasmi volt, mint most a Kőbányai Zeneiskola, és azzal a különbséggel, nem tudom, hogy ott most mi a szokás, de kaptunk például működési engedélyt. Aztán kaptunk egy ORI működési engedélyt. Tehát ezek mind olyan vizsgák voltak, amitől az ember egy kicsit úgy előre lépett, és akkor csak úgy lehetett például fellépni, hogy volt egy meghatározott gázsink. Ez egy nagyon érdekes, ha már így erre tévedtünk, hogy ugye nagyon bürokratizált volt, tehát hogy ugye a szórakoztató, a művészetet ennyire bürokratizálni korlátok között, egy működési engedély, egy megszabott gázsi, ez ugye, ez szembe megy mindennel, amit a liberálisok gondolnak, és ebben az ömer egyébként igazuk is van, hogy valóban a művészetet azt nem helyes, hogyha így módon szabályozzák. De mégiscsak emellett tulajdonképpen egyfajta garanciát is jelentett, nem? Egyrészt a minőségre, másrészt a maguknak az előadóknak is, hogy hát ők mégiscsak nem kell attól tartani, tehát hogy mondjam, ez olyan, mint egy jó értelemben vett cég vagy érdekkamara, hogy aki azért megugorja a mércét, és erről mondjuk valamifajta igazás is kap, az tudja, hogy ő azért mégis, ő számára ez a pálya, ez garantál bizonyos lehetőségeket. Nem? Tehát, nézd, hogy magyarul nem fog éhen halni, hogyha... Valójában tényleg így van. Ez egyfajta vizsga volt. Egyfajta olyan dolog, ami kétségek kizárólag ugye jelentett valamit. Itt van egy okmány, hogy én elvégeztem valamit, annak megfeleltem. Voltak kategóriák is egyébként. Az ORI vizsgában nem volt, az OSK vizsgában voltak kategóriák, és gyakorlatilag az ORI vizsgál könyvecskébe bele is volt írva, hogy akár még az opera
színpadára is felléphet az illető, akinek ilyen van. Na de nyilván, nagyon büszkék voltunk. Nyilván a végső vizsga vagy mérce a legfontosabb, az mindig a közönség. És persze, a közönség láthatóan elfogadott téged. Igen. Volt-e olyan pont, mert elmeséltél az elejéről, azt nyilván tudjuk, hogy a Neoton familiával, hogy mondjam, ott teljesedtél ki, vagy hát ott lettél igazán országosan ismert, sőt, hát országhatárokon kívül is. Volt olyan pont, amikor így megálltál egy pillanatra, és azt érezted, hú, megtörténtem. Japánban akár, vagy nem tudom, vagy a Budapest sportcsarnok szintén. Volt-e bármikor is, amikor így, hát, amikor, úgy nyilván ez egy folyamat, amit nem lehet szakaszokra bontani, de hogy amikor volt egy olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy most valami akkora dolog most történt, hogy na ez most megtörténtem. Na ilyen szerintem soha nem volt. Mindjárt itt a karácsony, és iszonyat jó új pólóink vannak. A legújabbból megint nincs még mindig nekem sem, de hamarosan meg is mutatom, viszont ezért vettem föl a Vármegyéset. Úgyhogy ha lokál patrióta vagy, akkor az összes magyarországi megvan, és rendelhető. És ezt halkan mondom, de ha tetszik nektek a széria, és sokat vesztek belőle, akkor januártól bevállaljuk a határon túli Vármegyéket is. De itt az új foci sorozat, és ha azt hiszed, hogy a kétharmados Orbánnal, Rózsa Sándorral, meg az EB-s elejtező meccseivel kimaxoltuk, hát akkor nagyon nem. Úgyhogy ime a legeslegújabb. Hány fokos? Vedd fel te is a szoboszlai pólót, ja, és karácsonyra komplett csomagok is vannak, póló mellett törölközővel, bögrével vagy autóillatosítóval. www.hobbistawebshop.hu, és nagyon köszönjük a vásárlást. Mert valahogy én legalábbis lehet, hogy egy kicsit olyan fajta vagyok, hogy én minden adott dolognak szeretnék megfelelni. Sokszor szokták mondani, hogy túlságosan sok bennem ez a megfelelni vágyás. Ez nem mindig egy jó dolog, de hogyha így rákérdeztél, és így utána gondolkodtam, hangosan gondolkodom, hogy akkor, amikor ott a Midemen voltunk, ugye rengeteg magyar előadóval együtt, mert hát annak idején a Hungaroton megálmodta, hogy kiviszi az egész magyar popzenét a Midemre, és nagyon nagy érdeklődés volt, nagyon sokan eljöttek, nagyon sok szakmabeli szakértő nézett bennünket, és akkor még úgy nem gondoltam erre, de amikor az első ilyen szerződések megköttettek, megszületett a Santa Maria, meghallgattuk a lemezt, akkor úgy éreztük, hogy hú, most ez a nagyon jól szól, nagyon klassz. Akkor jöttek a lehetőségek, ugye ott voltunk, ott találtuk magunkat Madridban egy promóciós turnén, ami megint csak egy olyan, hogy egy ilyen, mint amikor beledobnak a mély vízbe valakit, hogy hirtelen egy picike kis stúdióban egyik a másik után kellett nyilatkozgatnunk a rádiókban, tévében, meg stb., tehát ami ezzel jár, akkor valahogy úgy éreztem, hogy ez lesz az út. És valahogy érdekes módon akkor érett be ugye a magyar siker is. Addig nem volt olyan nagyon sikeres, mindig a második vonal volt a Neoton, aztán a Neoton Familia, és akkor valahogy úgy a Santa Mariás lemezzel úgy, mint egy ilyen mixert így megráztak, akkor valahogy úgy összeért ugye a dolog. A Familia. A Familia. Az durrant. Igen, és akkor mindig jöttek az újabb és újabb dolgok. Ugye erre se hittük, hogy úristen, most csak azért jönnek el a japánok Madridba, hogy ott van a Don Quixote szobor, és hogy ott a zenekart lefényképezzék, ez már egy olyan gyanús, és akkor kérdeztük, egy hölgy volt ott, nem tudom, hogy hívták a RCA-től, hogy és akkor lehet, hogy kimegyünk Japánba, és akkor úgy nézett, hogy hát a Yutani-san ugye ezen dolgozik, aha, hogy menjünk, és mindig voltak ezek az ilyen nagyon érdekes, nagy-nagy lépések előre. Te ezeket ott láttad, követted, tisztában voltál, hogy valamennyire, hogy mi történik, vagy inkább csak úgy sodrottál, mint az énekesnő, és azt mondtad, hogy rábízod, és nyilván a zenekar tagjai megírják a dalokat, a menedzserek elintézik, amit kell, és biztos jól csinálják, vagy azért próbáltad mégis követni, hogy mi történik. Igen, éppen valamelyik nap beszélgettem egy újságíróval, és egy kicsit olyan rossz előjellel mondta, hogy és te mindent elfogadtál, amit írtak neked. Nem volt beleszólásod. De mondom, én annak örültem, hogy egy annyira jó csapat volt, egy olyan tehetséges szerzőgárda
lett a Neotonban, ugye a Pásztor Laci, aki 20 évig tanult hegedülni, vagy hát egy hegedű művész volt tulajdonképpen, közben közgazdász, tehát isten ilyen beszélt spanyolul, ami nekünk milyen jól jött ott Spanyolországban, nagyon jól beszélt angolul, az is jól jött, ugye, és közben fantasztikusan tudta hangszerelni a dolgokat, ami a vonósokat illeti, ugye Jakab Gyuri, és akkor még sorolhatnám, hogy én egyetlen egyszer szóltam bele egy szövegbe, amikor valami terhes lányról volt szó, akit ott hagyott a párja, és mondtam, hogy ez olyan súlyos téma, hogy nem írhatnánk valami könnyedebb dolgot, és akkor lett a napfogyatkozás belőle, egy ilyen diszidáló szöveg. Úgyhogy nagyon együtt lüktettünk, nagyon együtt voltunk, és nagyon sodort minket ez a külföld és a hazai siker. Úgyhogy én sodródtam velük együtt, és amikor igazából ott Japánban kiderült, hogy engem egy picit, tehát ugye nagyon sokan voltunk, heten voltunk a zenekarban, és amikor már kimentünk, akkor ugye két lány volt, nem három, hanem Pál Évával együtt voltunk, és engem egy kicsit mindig előrébb toltak, akkor... De te voltál a bombacsaját a három kívánságban, még azon morfindíroztunk az osztálytársaimmal, hogy írjunk a Dévényi Tibi bácsinak, hogy vagy a Kruppa Juditta, vagy a Csepregi Évával szeretnénk strandra menni. Nyilván téged toltak előtérbe.